Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Várok még egy picikét, mert még nincs teljesen 6 óra. Elvileg adásban vagyunk. Itt van mögöttem az a kép, amihez hasonlót szeretnék készíteni veletek. Remélem, ma sikerülni fog, és tetszeni fog nektek. Illetve tegnap este készítettem, nem tudom, mennyire fogjátok látni, még egy ilyet. Itt nagyon belecsillog a lámpa, de ő is egy nagyon érdekes, majd megpróbálom még egyszer a végén megmutatni. Tehát még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit. Szia Márti, szia Cipe Judit! Tehát páratokat látom, hogy így beköszöntetek. Na hát akkor elviekben most 6 óra van. Nagyon izgulok a mai videó miatt, ugyanis tényleg elég régen találkoztunk. Az elmúlt hónapok azok elég mozgalmasak voltak szerintem minden pentártos alkotó számára, hiszen olyan újdonságok kerültek a piacra, amikkel dolgozni egyszerűen fantasztikus, és egyszerűen lehetetlen nem kézbe venni őket. Tehát ezekkel próbálok meg most én is egy kicsit foglalkozni. Ugye tudjátok, hogy én üvegfestő vagyok, tehát nekem az üvegfestés a mániám. Ezzel szemben ugye más technikákat is kipróbálok, illetve mindig megpróbálom ötvözni a pentárt különböző termékeit az én szívem csücskével, az alkoholbázisú üvegfestékkel. Na most ugyanezt fog történni a mai nap folyamán is, ahol az üveggyantát és az extra UV-ragasztót fogom használni ahhoz, amit szeretnék elkészíteni. Mutattam, hogy itt van mögöttem, tehát körülbelül egy ilyen képre gondoljatok. Ennek az a lényege, hogy gyakorlatilag 3D-ben fogunk dolgozni, tehát most már lehetőségünk lesz arra, hogy az üveggyantával elkészített kis apró dolgokat applikáljuk az üvegre, és utána ezt üvegfestékkel kifessük, megfessük, illetve dekoráljuk, jó? Az üveggyantáról a Faragó Kriszti és az Alma nagyon sok videót készített. Tehát én az üveggyantának nem a szakértője, hanem a felhasználója vagyok. Tehát szépen kérek mindenkit, hogyha pontos információkat szeretne a gyantáról, akkor a Faragó Kriszt és az Alma videóit nézzétek vissza, jó? Mert ők azok, akik ebben a témában nagyon-nagyon sok újdonságot mondtak el, nagyon sokat tudnak nektek segíteni. Én tényleg csak egy egyszerű felhasználója vagyok ennek a dolognak, én az üvegfestékhez értek jobban, jó? Na, le fogom most hajtani egy picit a kamerát, és akkor elkezdeném így ezt a történetet, jó? Tehát az első, az gyakorlatilag az üveggyantának a használata lesz, ugyanis szeretném elkészíteni ezeket a pici apró kockákat, amiket utána applikálni fogunk az üvegre, illetve szeretném elkészíteni ezt a fajta szívecskét, jó? És ezt szeretném nektek most megmutatni. Az üveggyantával ebbe a kis kocka gyakorlatilag fülbe való formába fogom elkészíteni ezeket a kis figurákat. A 40 ml-es üveggyantához tartozik 2 mérőedény. Ebben a mérőedényben fogok most keverni. Amikor nagy felületen dolgozom, akkor én általában a legnagyobb gyantát használom, ez a 250-250 millis, tehát ez a fél literes gyanta. Aki még nem próbálta a gyantát, én szeretném azt javasolni neki, hogy a legnagyobbat vegye meg. Ugyanis ezzel jár a leges-leges legjobban. Ismételten sziasztok azoknak, akik most csatlakoztak. Tehát ezzel fog a leges-legjobban járni, ugyanis annyi lehetőség van a gyanta kipróbálására, tehát rengeteg, majd mindjárt mutatok pár dolgot, amit én itt a gyerekekkel is csináltam, hogy egyszerűen
tényleg az a leggazdaságosabb, mert nagyon sok mindent ki tudtok egyszerre vele próbálni, és nem kell állandóan a 40 ml-esre szaladgálni. Tehát én tényleg nagyon-nagyon szeretettel ajánlom, hogy a legnagyobb a fejétek meg, mert egyébként fogy. Na, tehát az A komponensből bele fogok önteni ebbe a kis tartókába. Hát gyakorlatilag én most itt azt nézem, hogy 5 millit. Remélem így látjátok azért. Ráhelyezem ide az üveglapra, jó? Jól láttok? Általában egy perces késéssel látom, hogyha választoltok. Tehát először az A komponensből beleöntöttem 10 ml-t, és most a B komponensből, vagy bocsánat, egy 5-öt, és a B komponensből is egy 5-öt. Tehát összesen 10 ml van most ebbe a pici kis mérőedénybe. Hogyha véletlenül bármit rosszul mondok, akkor nyugodtan javítsatok ki. Tehát remélem a Krisztály is itt van, vagy az Alma, és nézik, amit én kutyulok. Tehát gyakorlatilag tényleg csak felhasználó szinten csinálom a gyantát. Elviekben 3-5 percig kell keverni. Tehát én most ezt így, ahogy van, átadom a törpe fiamnak, a kis fiamnak, aki itt van mellettem, és ő most ezt nagyon szépen és óvatosan, anélkül, hogy kikeverné az asztalra, kevergetni fogja ennyi ideig. Én meg addig mutatok nektek pár dolgot. Az üveggyantának a keverése ugye ezzel a két kis termékünkkel történik. Hoppecica. A médiaink az ugye teljesen áttetszőre fogja színezni, tehát ott egyéb dolgokat is bele lehet majd keverni, amivel nagyon szépen fog látszódni. Illetve a másik kis csodánk, ő nálam egy türkis szint képvisel, én borzasztóan szeretem a türkiszt, tudjátok. Ő igazából egy ilyen kicsit mattabb, opálosabb színt fog kölcsönözni a gyantának. Az Almának azt mondom, hogy a második videója volt a színezés, ahol nagyon-nagyon szépen megmutatta azt, hogy milyen színezési fázisok vannak. Érdemes végignézni. Illetve érdemes különböző színekben kipróbálni. És ezért mondtam, hogy a nagyot vegyétek, ugyanis mielőtt egy üvegképet elkezdek készíteni, gyakorlatilag semmi más nem csinálok, csak rengetegféle módon kipróbálom, és mindenféle dolgokat teszek a gyantába. Most nem árulok el szerintem nagy titkot az üvegfestőknek. Ezekben a kis lencseszerű dolgokban, ezekben például üvegfesték található. Tehát én kipróbáltam azt is, hogy hogyan viselkedik a gyanta az üvegfestékkel. Amit az Alma elmondott, hogy 20 millihez 5 cseppet kell keverni, ez itt is ugyanúgy működik, viszont az üvegfesték egy kicsit lágyabbá fogja tenni. Tehát az üvegfesték gyakorlatilag nem a gyanta színezésére készült, és ezt szeretném nagyon-nagyon kihangsúlyozni. Ez egy plusz játék lehetőség a termékkel, tehát semmi más. Ezt szeretném megmutatni, ez egy koponya, szintén szilikon formában, de nézzétek csak, tehát ahogy az üvegfestékkel összekeveredett, gyakorlatilag ilyen gumis marad, jó? Tehát én szeretnék kérni arra mindenkit, hogy a termékeket hagyjuk meg annak, aminek készült, nagyon jókat lehet vele játszani, de nem erre való. Tehát az üvegfesték, az üvegfestésre való, a gyantaszínezők azok meg a gyantaszínezésére. Ebbe a kis gyantába, ebbe például ilyen kis metál fóliákat tettem, tehát ettől ilyen lesz, jó? Ugyanez a fólia van benne ebbe a kis kockába is, amivel a videó elején mutatott kép készült. Jó? Tehát van itt még egy öt, úgy készítettem, ahogy a Faragó Kriszti mondta, hogy először kiöntöttem a fekete alapot, és utána ráöntöttem igazából száradás után egy színtelen gyantát fólia pehellyel, hát a kis füstfóliánkkal. Jó? Na, azt hiszem, hogy a kisfiam elkészítette ezt a jópofa kis keveréket,
És akkor most csak igazából annyit szeretnék nektek megmutatni, ugyanis nem tudhatom azt, hogy ki hol tart itt a gyantaszínezésben. Én a média inkből csöpögtetek, ide gyakorlatilag 2 cseppet fogok belecsöpögtetni, nem többet. Ezt így egy kicsit megkeverem. Na most, aki most látja először ezt a folyamatot, ne ijedjen meg, a gyantában pöttyök lesznek, ilyen kis buborékok, levegő pöttyöcskék. Ez egyáltalán nem jelent problémát, de mindjárt megmutatom, hogy lehet eltüntetni. Na most ugye róla volt szó, vagy valami hasonlóról. Én itt most bele fogok tenni ilyen kis fóliapelyhet, ezt a kis kéket, mert nekem ez nagyon tetszik, ezeket a türkiszes árnyalatokat nagyon szeretem, és ígérem, hogy mindjárt rá fogunk térni az üvegfestésre, de tényleg, aki most először van itt, annak is értelme legyen ugye az, hogy mit miért csinálok és hogyan. De gyakorlatilag ebbe a kis fülbevalóba fogom beleönteni. Nagyon szépen, és megpróbálom nagyon egyenletesen, kicsit megcsapkodom, és odafigyelek, hogy teljesen tele legyen. Jó? Na most én ebből általában, hogyha egy nagyobb képet készítek, akkor 10 darabom van, és mind a 10-et felhasználom. Amikor megszáradt, ez egy 24 órás száradást igényel, most mutatok egy fehéret, akkor egyszerűen ebből a szilikon formából itt simán ki tudom emelni. Jó? Ugye itt keletkezik rajta egy lyuk, hiszen a formában van egy lyuk, abban az esetben a fülbevalót szeretnénk belőle készíteni, vagy medált. Én, amit pluszban el szoktam még követni, nekem van egy ilyen reszelőm, és ezt a felső részét, ami ilyen nagyon éles, én ezt így meg szoktam így egy kicsit reszelgetni. Jó? Tehát a képeknél, most a képekről beszélek, tehát a képhez is megreszelem. Jó? A szívecske forma az ennek a szilikon formának a hátsó részével készült, tehát ide illik bele a forma. Köszönöm szépen, Marcia, gondolod, mehetsz játszani, nagyon sokat segítettél. Tehát ő így készült, ez a szilikon forma nagyon praktikus, mert a másik oldalában is nagyon szép és nagy szívecskéket lehet kiönteni. Viszont az üvegre való használhatósága az már nagyon nehéz, tehát erre érdemes figyelni, hogy én azért használom ezt a szívet, mert itt a másik oldalát is remekül lehet használni, illetve ezt az oldalát is. Ezt ennél a képnél tudom nektek megmutatni, hogy remélem itt lehet látni, tehát itt a homorú, illetve a sík felülete. Látjátok, így talán jól látszik a képen. És ezt remekül lehet az üvegre ragasztani, ami ugye azért nagyon fontos, mert ha nagyon nehéz, az azért előfordulhat, hogy eleve, amikor felfüggesztjük az üveget, akkor a kép el fog fordulni. Tehát valamerre megbillen a súly miatt, ezért erre érdemes odafigyelni, hogy amikor egy ilyen termékeket, tehát ilyen plusz anyagokat helyezünk egy képre, akkor ki legyen egyenlítődve a képnek minden oldala. Na, én most akkor itt egy nagyon picit elpakolok, hogy elő tudjam venni a folytatáshoz szükséges dolgokat, jó? És akkor most kezdődik igazából az üvegfestés. Na. Elővettem egy kicsivel nagyobb lapot, mint egy A3-as lap. Én erre már fölragasztottam pár kockát, de most megmutatom, hogy ezt hogyan is készítettem. Fölraktam az üveget egy pohárra. Ez azért fontos, mert az UV-ragasztóhoz, illetve ahhoz, hogy ezeket a kockákat az üvegre tudjuk ragasztani, szükség van egy UV-lámpára. Viszont az UV-lámpa az abban az esetben fog ugye jól funkcionálni, hogyha alulról fogom megfogatni ezeket a kis kockákat, illetve a szívecskét. Fogom a szívet, és bekenem az alját UV-ragasztóval. Én általában fülpucolóval így egy kicsit el szoktam teríteni az UV-ragasztót, azért, hogy a fölösleget fel tudja szívni a fülpucoló,
ne menjen nagyon ki, tehát ez a fültisztító pálcika, ne menjen nagyon ki az üveg szélére, illetve a motivum szélére. Kicsit felállok és megnézem, hogy így körülbelül egyenese. Na most fogom, és bekapcsolom ugye a kis lámpát, látjátok, hogy ilyen kis UV-fénye van, és ezzel alulról ugye nekiállok megvilágítani az üveget, azon a területen, ahova a ragasztót helyeztem. Ezek a kockák ugyanígy készültek, azért ragasztottam föl előre egy párat, hogy azért ne ezzel menjen el az idő, hogy itt ragaszgatom a kis UV dolgokat. Na most a kötési idő, látjátok, hogy ilyen kis lila. A kötési idő az gyakorlatilag függ az anyag vastagságoktól. Tehát, hogy milyen vastag anyagokkal dolgozunk, illetve az anyag mennyire van színezve. Minden anyag megköt, csak van amelyik anyag egy kicsit hosszabb idő után. Tehát minden anyagot, minden ilyen típusú anyagot meg lehet vele köttetni, tehát üveget. Tehát itt már elég jól szilárdul. Idő kérdése, tehát kell hozzá egy pár perc. Általában ugye az áttetsző kis kockák, kis áttetsző dolgok, azok azért elég gyorsan kötnek. Hát lehet például emelt képeket is csinálni. Látjátok? Na, ő most már itt elég szépen megkötött. És akkor ugyanezt a játékot el fogom követni a kockáknál is. Na most jogosan kérdezhetitek, hogy de a kocka közepe lukas, hogy azzal mi lesz? Hát meg fogom mutatni. Megígérem. Itt egy picit megfogom, és akkor ugyanígy megköttetem. A lukas középre két megoldást tudok javasolni, amit én csináltam, hogy amikor kész lesz a festett kép, akkor meg fogom festeni üvegfestékkel, színtelen üvegfestékkel a tetejét is, és rá fogok tenni egy-egy kis ilyen pejhet, illetve egyszerűen a kontúrral oda fogunk pöttyözni egy-egy pöttyöt. Tehát az is megoldás. Itt is egy kicsit várnunk kell vele. Nagyon szeretem ezeket a technikákat, illetve ezt az új technikát, mert rengeteg lehetőség rejlik benne. Tehát most gondoljátok el, mondok pár ötletet. Tehát csinálunk egy ilyen képet két szívecskével, és erre az oldalára, itt ugye húzzunk mondjuk üvegfestékkel egy kontúrvonalat, és erre az oldalára hátulról, tehát alulról a képbe beteszünk egy verset. Milyen remek ajándék egy szép szerelmes verssel, esetleg egy esküvőre, egy házassági évfordulóra. Tehát szerintem nagyon különleges az, hogy így 3D-ben ugye kijön ez a kis szívecske, vagy a kis kockák, de most akár rakhatunk hozzá ilyen kis karikákat is. Tehát amit szeretnénk tényleg, tehát rengeteg lehetőségünk van, de valószínűleg, hogy ez egy kicsit másabb ajándék lesz, mint amit így a boltban meg lehet vásárolni. Vagy esetleg az esküvői meghívónak a szövegét, vagy az esküvői meghívót ugye behelyezzük üveg mögé, és akkor szépen körbe díszítjük ilyen szívecskékkel, kis 3D-s motivumokkal. De mutatni fogok még a végén pár dolgot, amit így csinálgattam. Illetve akik követik a Pentárt csoportot, azok láthatják, mert általában oda föl szoktam tenni a kis cuccokat, hopp, ő még nem kötött meg. Általában egyébként ezek a kis pejhek leüllepednek a szilikonformák aljára. Tehát én is meg szoktam így fordítani a kockát, és úgy alkalmazom. Ha valakit nagyon zavar ez a pötty, akkor egyszerűen csak így, tehát te így használja a kockát, ha nem használja így a kockát. Tehát, hogy a pötty az ugye ne látszódjon. Na, szerintem lassan megkötő is. Addig megmutatom, őt a kisfiam csinálta, egy méhecskét rakott bele, nem tudom mennyire látszik, egy ilyen kis szilikonformába. Ezt az utcán találtuk, ezt a méhecskét sajnos. És akkor ezt ő így elkészítette. Na,
Hát itt egy picit ezzel a kékkel várunk. Ugye ezt mondtam, hogy azért a színezettek kicsit nehezebben kötnek. Mária kérdezi, most így látom, hogy elég csak a szív közepét beragasztózni. Abban az esetben, hogyha nem csak a szív közepe van, vagy ha csak a szív közepe van beragasztózva, látok, ezt így ráhelyezem, akkor annyi fog történni, nem tudom, hogy mennyire látható, de ahogy megfestettem, oldalról belefolyik a festék, tehát bele fog folyni a festék. Ez nem csúnya, tehát nem lesz tőle rossz a hatás. De erre készüljetek fel, hogyha csak a közepe van a szívnek beragasztózva, akkor befolyik a festék. Mutatok egy ilyet. Jó? Ő is fönn volt. Itt szintén a szív van, de itt látjátok, hogy a kockával elemeltem az üveget az alsó laptól. Itt, hogy ne folyjon be a festék, semmi más nem csináltam, csak fogtam, és így fülpucolóval körbetöröltem az üvegfestéket. Jó? Tehát itt ezáltal nem folyt be a festék. Látjátok? Ez egy füstfólia pelyhes kis színtelen gyanta. Tehát remélem, akkor ezzel ezt így megválaszoltam. Na, és hát, akkor kezdjük a festést. Tehát ahogy látom itt azért most, akkor mindenki nagyon szilárd állapotban van. Kikapcsoltam az UV-t. Egy pillanat, csak itt egy pici rendet rakok, mert képes vagyok mindent felborítani és mindent kiszórni. Na. Azt szeretném még nektek megmutatni egy előjáróban, hogy hogyan viselkednek a festékek. Ugyanis nagyon fontos tudnunk a festékek viselkedését ahhoz, hogy némi nemű kis csodát tudjunk alkotni. Én most fogom és leöntöm ezt az üveget fehér festékkel, jó? Így. Majd fogom, és a fehér festékbe bele fogok csöpögtetni feketét. Látjátok? Majd fogom, és ezt így elkezdem széthúzogatni. Gyakorlatilag a fehérben alig fog meglátszódni a fekete. Tehát kapunk majd egy ilyen nagyon szép szürke színárnyalatot. Ugyanebbe a fehérbe beleöntök mondjuk egy kis, legyen egy kis csillámos kék, jó? Most itt úgyis a csillámos kékkel tudunk dolgozni. A csillámos és a metál festékeket mindig keverjük fel nagyon alaposan, jó? Tehát itt most beleöntöm. Majd, hogy nem ugyanaz fog történni, mint a feketével. Tehát le fog ereszkedni a fehér aljára a festék. Ugyanezt fog történni a színtelennel, a metállal és bármivel. Ezt azért nagyon fontos tudnunk, mert így tudjuk azt megnézni, hogy az a hatás, amit el akarunk érni, el szeretnénk érni egy képen, azt hogy tudjuk elérni. Ha fehér tónusú képet szeretnénk, akkor mindenféleképpen ezt a hatást alkalmazzuk. Viszont, ha egy olyan tónusú képet szeretnénk, mint ami itt van, hát most lehet, hogy így a lámpa egy kicsit belecsillan, ahol azért nem a fehér dominál, akkor soha ne kezdjünk fehérrel, jó? Tehát, ha fehér festékkel kezdünk, akkor a fehér fog dominálni, és nagyon-nagyon nehéz lesz eltüntetni. Jó? Tehát én azt javaslom, hogyha úgy szeretnénk dolgozni, én ezt most így gyorsan letörlöm az üvegről, jó? Ha nem haragszotok. Ha úgy szeretnénk dolgozni, hogy egy sötét szín domináljon,
akkor kezdjünk azzal a színnel, illetve mindig azzal a színnel kezdjünk, aminél azt szeretnénk, hogy ugye az a szín kapja úgymond a főszerepet. Tehát mondjuk ennél a munkánál, amit itt most elkezdünk, mit gondoltok? Én kezdenék, én kezdenék egy kis arannyal, nem? Mégpedig egy metál arannyal, jó? Nagyon fontos, a metál színeket is felkeverjük, jó? A metál és a csillámos színekben van kettő pici golyócska. Ilyen kis pici, kettő vagy három, nem tudom pontosan. Amikor már így felkevertük alulról a festéket, nézzétek, csak a festék alul így egy kicsit összeragad. Keverjétek föl rendesen. Tehát akkor lesz szép a színárnyalat, és minden, hogyha valóban azt a festékmennyiséget használjátok a metáloknál és a csillámosoknál, ami az üvegben benne van. Tehát tessék nagyon alaposan felkeverni, fölrázni. Szia, Kati! Nem késtél le semmiről. Néha oda tudok sorsolni a telefonra, de tudjátok, hogy nálam ez nem nagyon jellemző. Na, akkor én most fogom. Jól láttok? Jól látjátok? Na. Nem az ecsetnek az ecsetes, tehát a szőr részét használom, hanem most így semmi más nem csinálok, csak így egy kicsit ide-oda csöpögtetek az aranyból, jó? Mondtam, ha nem teljesen van beragasztva, akkor be fog folyni alá. De szerintem egy ilyen absztrakt képnél ez nem nagyon jelent problémát. Ettől olyan különleges kell lesz. Jó. Most fogok egy kis csillámos aranyat. Őt is jól fölkeverem. És én ugyanide rácsöpögtetem. De ilyen tényleg ilyen össze-vissza stílusban. Érdemes előre eltervezni azt, hogy körülbelül mit szeretnénk és hogy szeretnénk. Soha az életemben nem sikerült még semmit úgy megfestenem, ahogy szerettem volna, ezt bátran elmerem mondani. Egyetlen egy dolgot tudok, valahogy a vége, az úgy mindig összejött. Tehát a végén mindig olyan kis jó lett, olyan tak, aminek szerettem volna. Na, és most elővesztem a viharkéket. Fogalmam sincs, hogy milyen lesz, ne kérdezzetek. Nézzük meg, jó? Ne féljetek tőle. Higgyétek el, minden munkátok valakinek 1 000 000 %, hogy tetszeni fog. És ha egy dologból 3-4-et elkészítetek, akkor az már felér egy sorozattal. Ne féljetek tőle, ez a technika, amit most csinálunk az üvegfestékkel, ez gyakorlatilag semmi más, csak pepecselés. Jó? Itt van egy, itt kialakult valami nagyon jó, nézzétek csak, fölemelem egy picit, nem tudom, hogy így látszik-e. Itt. Olyan kis nagyon, és nézzétek, hogy viselkedik. Tehát olyan jókat lehet vele utólag is így játszani, de mindjárt teszek egy kis aranyat. Kicsit így meg lehet folyatgatni jobbra-balra. Lehet vele játszani, mert ugye aránylag vékony a festék. Tehát tuti, hogy nem fog így hirtelen megereszkedni és megfolyni. Na, ide teszek egy kis aranyat. És szerintem elő fogom hozzávenni az én másik nagy kedvencemet, a hajnalkámat. Mert itt azért mégiscsak egy ilyen kis türkiszesebb stílusú szín van. Merjétek bevállalni, merjétek belerakni. Megint jön a kedvenc, a színtelen. Nagyon sokszor elmondom, színtelen nélkül nem tudunk szép színeket keverni. Ez itt is így van. Jó? Tehát adjunk neki színtelent, engedjük meg, hagyj játszanak. Mutatok még valamit, főleg, hogyha megtalálom.
mert tegnap este még így kicsit játszottam a festékekkel. Hú, na hova raktam? Megvan. Színtelen üvegfestékbe belekevertem pelyhet. Ezt a kis arany kis pelyhecskét. És nézzétek csak, most így kiveszem a színtelenből. Nézd meg! Nézzétek csak! És ide lehelyezem. Lehet látni? Oda nézzetek? Ott van. Oda ráhelyeztem. Majd utána készíteni fogok egy olyan videót, ahol minden látszódni fog a képnek. És nézzétek meg, milyen szépen kivilágosodik az üvegfesték azáltal, csak hogy így ilyen kis cseppecskéket tettem bele. Na most, ha ugye ezt itt szeretnénk kihagyni, esetleg, mert ide mondjuk teszünk egy idézetet, vagy feliratot, vagy egy fotót és idézetet, akkor itt egyszerűen húzzunk egy kontúrvonalat, de még gyakorlatilag arra sincs szükségünk, mert fogjuk a festéket, és egyszerűen elhúzzuk, így ilyen kontúrszerűen, ahogy szeretnénk, és utána hagyni fogjuk, hogy ő így megszáradjon. És ez megint nem kötelező, ezek lehetőségek. Tehát most van az az üvegfestésnél, hogy van otthon üvegfestékünk, van otthon egy üveglapunk, van otthon egy kis üveggyantánk, hát csináljunk belőle valami fantasztikusat. Soha, de soha nem lesz két képünk ugyanolyan, tehát ez is nagyon nagy pozitívum benne, hogy gyakorlatilag teljesen egyéni, teljesen egyedi dolgokat tudunk készíteni. És ahogy szeretnétek, tehát ide beleteszek egy kis ilyet, oda beleteszek egy kis olyat, ide ezt csöpögtetem, oda azt csöpögtetem, de teljesen bátran. Jó, lehet látni? Írjátok meg, hogy tetszik az üvegfestésnek eme felhasználási módja, illetve hogy mennyire tetszik, hogy így a gyantával így egy kicsit összedolgozunk. Akik később jöttek, azoknak elmondom még egyszer, hogyha gyantát vesztek, a legnagyobbat vegyétek, nagyon fog fogyni. Főleg, hogyha tényleg megtaláljátok ezt a fajta saját stílusotokat ebben a dologban. Tudjátok, akik ismernek engem régebb óta, hogy én azért nem vagyok egy ilyen halálosan romantikus alkat, tehát nekem nagyon sok a koponyás képem. De hát ez, hogy én ezt most itt felfedeztem, hogy ilyen szívecskéket lehet gyártani absztrakt módon, és hogy ezt milyen jól össze lehet rakni a gyantával. Tehát én most ez a lelkes bolond kategória vagyok, de tényleg. Tehát nézzétek csak, az arany mellé ugye beraktam azt a kis színtelent, amit összekevertem a fóliával. Ja, és akkor most mutatnám meg ezt, amit mondtam. Tehát nézzétek csak, egyszerűen csak oda lekenem, és oda teszem a lyukra. Ugye? Mert itt ugye van egy lyukacskám itt a közepén. Tehát így oda teszem a lyukra, ráhelyeztem. És senkinek fel nem fog tűnni, hogy ez valaha lyukas volt, ez a kis kocka. Na, tehát itt a metához ugye hozzátettem. És most akkor kipróbálok valamit. Na, őt még nem próbáltam ki, tehát fogom akkor a gyöngyöt. Jó? A pörmetált. Nem a csillámosat, tehát nem a szivárvány csillámosat, hanem a gyöngyöt, és akkor most így egy kicsit megnézzük. Látjátok itt a gubó, amit mondtam, hogy ez az alján van, ezt így nagyon jól fel kell keverni. Na most kipróbáljuk, hogy ez hogy viselkedik vele, még soha nem próbáltam ki, de most azért jutott eszembe, mert hiszen itt a szívecske közepe is ilyen, kicsit tejfehér, illetve ezek a kockák is ilyen tejfehér színűek. Tehát akkor lehet, hogy tényleg nagyon alaposan keverjétek fel, légy szíves, jó? Tehát nagyon-nagyon fontos. Jó? Tényleg nagyon-nagyon nagyon sokat változik a színe, hogyha nagyon alaposan felkeveritek. Esetleg lehet azt is, hogy fejjel lefelé tartjátok ezeket a festékeket
kis fiókba, vagy ahol tároljátok. Na nézzük, hogy mi történik. Tudjátok, hogy nagyon sokat keverek az ujjammal. Én itt most azért nem dolgozom az ujjammal, mert ha az ujjammal keverném, akkor ugye ezek a kis hajszálkák, ezek a kis erek nem látszódnának, nem maradnának meg. De hát most azért nem az ujjammal dolgozom. Én bekészítettem egyébként egy csomó ecsetet. Úgy gondoltam, hogy mindegyik festékben most lesz egy. Nem is nagyon tévedtem. Na és én akkor ide még egy kis aranyat. Ide úgy érzem, hogy szükségem van egy kis aranyra. És én szerintem itt folytatom. Mégpedig úgy, hogy a hajnalkával. Lehet látni, mert itt most így néha elbújok egy-egy kocka mögé. Úgy. Fú, ez gyönyörű lett. Ezt nem tudom, mennyire látjátok, de az, ahogy a hajnalka most összekeveredett a gyöngyel, hát ez valami álom. Tehát ez valami álomra sikeredett. Higgyétek el, rengeteg olyan dolog van még, ami nekem is újdonság. Tehát napról napra újabb és újabb technikák és ötletek jönnek a Pentártól, és ez ugye arra sarkal engem is, hogy újabb és újabb próbálkozásaim legyenek. És hát nézzétek csak. Tehát látjátok-e, hogy viselkedik itt a festék? Valaki esetleg szóljon nekem vissza, vagy írjon egyet, hogy ahogy a szintelent rácsöpögtettem, ugye ilyen kisebb, ilyen, mint hogyha egy ilyen gyűrött papírdarab lenne, egy ilyen selyempapírt jól összegyűrtünk volna itt. Itt most egy olyan hatás alakult ki. Én itt a vége, vagy itt az üveg széle felé kicsit világosítok rajta. Természetesen bármilyen szint, tehát ugye itt az előbb mutattam, hogy mondjuk egy ilyen kis rózsaszín pinkes keverékkel, hát ugye teljesen megváltozik a kép hangulata. Itt most ugye inkább a szintelenebb hatásra, az áttetsző hatásra mentem rá, tehát nem raktam bele tömény fehéret, mint a mellettem lévőbe. Na, hogy tetszik? Jól látszik. Köszönöm szépen a visszajelzést. Jó, most én azért itt fogok ám beletenni egy kis sötétet, tehát a kis viharkéket. Az aranyak, illetve ezek a csillámosok, ezek nagyon-nagyon jók arra, hogy a szintelen és a sötét közötti hirtelen átmenetet tudjuk kezelni. Mindjárt mutatok is rá példát, jó? Tehát ő most a kék csillámos. Hát, ha már lud legyen kövér, csillogjon, villogjon. Egyébként általában, amit ilyenkor készítek ilyen bemutatókon, azokat megtartom, feldátumozva a hátulját. Kicsit szentimentális lennék. Na. Tehát... Nézzétek csak, hogy így olyan jó pofa kis átmeneteket lehet készíteni. Most itt teszek bele egy kis gyöngyöt. Próbálok nem elbújni a kocka mögé. Itt megint jön a szintelen. Most kénytelen voltam kocka mögé bújni. Ezer bocsánat. De mindjárt orvoslom a problémát. Itt szépen így össze lehet húzni a színeket. Szerintem borzalmasan érdekes. Vissza lehet menni, tehát azokra a felületekre, ahol már dolgoztatok. Ugye az üvegfestéknél azért egy jó 15-20 percig lehet mókolni ám benne, tehát bele lehet nyúlni. Ugye nem szárad ám olyan gyorsan. Tehát így nyugodtan bele tudtok húzni ereket, ezt, azt, amazt. Amit így esetleg elképzeltek, utólag is lehet bele, látjátok, itt csöpögtetni.
Lehet olyat csinálni, hogy így öleljük át a szívecskét például. Így. Amikor nem tudjuk annyira nagyon felhúzni a vonalat, az azért van, mert elfogyott a festék. Tehát akkor csepegtessünk oda még egy pici festéket, és akkor jobban felhúzódik. Tehát most aztán ez a lehetőség, ez tényleg, akik nem szeretik a kontúrozást, szerintem egy fantasztikus lehetőség nekik. Hát akik abszolút nem a kontúrozás hívei, ha valami nem tetszik, ugyanaz működik, mint az összes többi üvegfestésnél. Fogjuk, és a fülpiszkálóval kiszedjük azt a részt, ami nem tetszik, jó? Hát fogom, és így kikapom belőle. Jó? Szépen kitörlöm, és akkor utána folytatom azzal, ami tetszik, jó? Tehát a javítási lehetőség ugye itt is adott megvan bátran. Hát most ezt a játékot fogjuk itt végigcsinálni. Most még megint fölálltam egy picit. Ha lehet, akkor a csillámos festékekbe, az üvegbe ne nagyon ecsettel nyúljunk. Főleg, amikor egy ilyen típusú képet csinálunk. Na, itt most belenyúlok az ujjammal, mert ez itt nekem annyira nem tetszett ez a rész. Most itt egy kicsit megkevergettem. Azért, mert az ecset szőrei közül nagyon nehéz kitörölni a csillámot. Vagy legyen akkor olyan ecsetünk, ami kimondottan csillámos, és legyen olyan ecsetünk, ami kimondottan ugye a szintelenre, a fehérre és külön a feketére van. Jó, hogyha valaki esetleg most kezdi ezt a témát, ezt az üvegfestést, akkor a kollégáimmal, illetve a nagyon sok üvegfestőtársammal nagyon sok szeretettel várunk benneteket a Facebookon az Üvegfestő Iskola csopiba, ahol azért nagyon sok érdekességet tudtok meg, de kizárólag üvegfestés témában. Tehát nekem ugye a mániám a Pentartnak az alkoholbázis üvegfestéke, mert szerintem nincs az a kép, amit ne lehetne vele megfesteni, és nagyon-nagyon könnyen. Látjátok még, amit itt mókolok? Itt egy kicsit arrébb csúszikálok. Na, hát akkor most ide megint jöjjön egy kis metálos. Tényleg olyan színűre, amilyenre szeretnétek. Tehát sötét, világos, ami tetszik. Én nagyon szeretem ezt a két szint együtt használni, a metált, meg a csillámosat. Tehát aranyba. Szerintem így nagyon, nagyon jól mutatnak együtt. Itt szintelen van. És itt ugye nekem van még egy kis szintelenem. Én ide beöntöttem. Én itt most egy picit elmosom. Ezt most ecsettel csinálom. És bele fogok tenni. Ugye a kis keverékemből. Természetesen ezeket a kis pejheket itt is bele lehet rakni. Nekem csak tegnap volt egy ilyen lövésem, hogy én ezt itt tegnap nagyon ki akartam próbálni. De most itt mindjárt beletépkedek nektek, és akkor így meglátjuk, hogy... Látjátok? Tehát utólag is bele lehet ám tenni, hogyha valaki utólag szeretne így bele-bele tenni egy-két ilyen kis aranyos csillogósat. Látjátok? Tehát beleragad. És ugye az üvegfestésnél használjuk a füstfóliát, mert hogy a képeknek a hátuljánál ugye csináltunk már olyan képet, hogy a füstfóliával díszítettük. És ez milyen jól nézett ki, az a fa. Na. Ide még egy kis kék. Szóval tényleg megint csak azt tudom mondani, a fantáziátok, pepecseljetek, össze-vissza keverjétek. Tehát ez tényleg gyerekjáték. Merjétek úgy oda tenni azokat a színeket. A csillámos festékeket nagyon nem használjuk másra, tehát ugye nagyon ritka az, amikor csillámossal festünk. Majd mindjárt mutatok azért én még pár dolgot. Csak ezt a képet megfestem,
és akkor lesz még szerintem utána annyi idő, hogy mutassak még pár dolgot, amiket én még így az üveggyantával szoktam csinálni. Ugyanis bármennyire hiszitek, bármennyire nem, az üveggyanta tökéletesen alkalmas arra, hogy az üvegfestett képeket, főleg azokat a képeket, amiket esetleg 2-3 évig nem tudtunk eladni, utólagosan feljavítsuk. Az üvegfestett képeknek, hát ugye van egy olyan tulajdonsága, hogy elég könnyen sérülnek. Mivel én azt szoktam tanácsolni a festőknek, akik üveget festenek, hogy a csatos képkereteket használják, a csatos képkeretre dolgozom én is, tehát ez azt jelenti, hogy nézzétek csak, tehát hogy ilyen csatok vannak hátul, ez a csatos képkeret. Ennek azért nagyon, vagy erre azért nagyon jó dolgozni, mert ha bárki rendel egy képet, akkor neked nem okoz külön fejtörést az, hogy milyen keretben legyen a kép, illetve nem mindig tudjuk azt, hogy a megrendelőnek milyen az otthona. Illetve ha úgy festünk egy képet, hogy effektív csak magunknak, vagy eladásra, akkor sem tudjuk azt, hogy aki meg fogja venni, annak milyen az otthona. Tehát a csatos képkeret az egyik legolcsóbb képkeret. Az illető pont olyan keretet vesz magának rá, amilyet szeretne. Meg lehet neki mondani, vigye haza, próbálja ki. Bocsánat, nézzétek meg, hogy itt is milyen érdekes lett. Lehet, hogy itt arrébb pakolászok kupakokat. De már nem tudok mit hova feltolni. Látjátok itt ezt a részt? Szerintem ez itt nagyon érdekes lett, ahogy a metálba beledobtam a kéket. Ilyen nagyon türkiszes árnyalata lett, ugyanis hát a sárga és a kék gyakorlatilag egy zöldet fog adni, ami itt az aranynál nem 100%-osan jön vissza. De most ráteszünk egy kis szintelent, és megnézzük, hogy úgy mit csinál. Nézzétek! Lehet látni? Ilyen kis érdeke, nagyon jó, hát imádom. Na, tehát ugye a csatos képkeretnél tartottam, hogy a megrendelő döntse el, vagy a vásárló majd akkor eldönti magának, hogy ugye mit és hogy szeretne. És most vissza kéne térnem valamelyik gondolatomhoz, hogy én ezt a témát miért hoztam fel. De lehet, hogy ez a videó végén majd eszembe jut. Ja igen, a kép sérülése miatt. Tehát mivel nekem általában ilyenben vannak a munkáim, vagy csak nagyon vékony keretbe, ezért amikor szállítom őket, most akár egy kiállítás van, akár az üzletemből hozom haza a képet, tehát egyszerűen sérülnek a képek. Porosodik, ide-oda pakolászom, ráragad ugye a por, mit tudom én, most ez így nagyon fura, de pók, a különböző dolgainál kerülhetnek, pókháló akár, és ezeket a kisebb fajta sérüléseket tökéletesen el lehet tüntetni. Mindjárt megmutatom. De gyakorlatilag, látjátok? Itt a lámpában nagyon-nagyon jól látszik, a tükör. Ez egy tükörfény. Tehát fogom, és amikor esetleg egy olyan képemet, ami már 2-3 éves, megveszi valaki, akkor egyszerűen fogom és leöntöm üveggyantával az egész képet. Úgy, ahogy van. Egy nap alatt megszárad, a szállításnál nem fog megsérülni, sem a csomagolásnál. Ugye üvegfestők, tudjátok, hogy az üvegfestett képet borzalmasan nehéz csomagolni, mert egyszerűen nagyon-nagyon sokáig beleragad a mindenféle, akármit hozzáteszünk. Na most az üveggyanta ezt az egészet így egy vonalal áthúzta, és gyakorlatilag bármit megfesthetünk, mert legyantázva a képet, gyakorlatilag két nap után bármibe be tudjuk csomagolni, és semmi, de semmi nem fog beleragadni. Tehát szerintem ez is egy borzasztóan jó lehetőség az üveggyantának. Hát majd mindjárt mutatok még pár dolgot, csak most még ezt itt hagy fejezzem be. Látjátok, fordítsak rajta így egy picit. Mindig olyan kicsi asztalom van, pedig egyébként ez egy hatalmas asztal. És
Valahogy soha nem félek el rajta. Na, ide még jöjjön egy kis hajnalka. Na és akkor utána figyeljetek, én most leegyszerűsítem ezt a képet, jó? Tehát tudom, hogy péntek van, és esetleg szeretnétek, mint a homokos tengerparton a csillámló víz. Jaj, de kedves vagy, Anita. Nagyon kedves vagy. Na, tehát fogom a viharkéket, figyeljetek. Tudjátok, most én a lazános is jön a sztori. Hoppá. Tehát nem félünk az üvegfestéktől. Tényleg nem, nem bánt, nem harap, nem csinál velünk semmit, jó? Tehát megesküszöm rá, nem lehet elrontani, főleg egy absztrakt képet nem. Mert azt mondjuk egy portrénál, hogy jújjújjúj, de azért egy absztrakt képet nem rontunk el, jó? Rendben? Nem lehet. Ne féljetek tőle, nyugodtan öntsétek oda. Mi a manó baja lehet? Na most fogom, és így kicsit elterítgetem. Agyni. Juppi. Bátran. Tudom arrébb, hogy lássátok a végét, hogy mit csinálok, vagy állítok egy picit a telefonomon. Agyni. Bátran. Jó. De ha valakinek hiányzott volna az ujjacskám, akkor, aki már megszokta, hogy én az ujjammal festek, akkor parancsoljon. Itt ebben az esetben én szoktam olyat csinálni, hogy ilyen kis pálcikával, csak így nagyon picit megemelem az üveget. Azért, hogy ne kenjem össze feltétlenül a hungarocát, hanem itt tudjam, hogy hol az üveg vége, jó? Ha teljesen kihúzzátok az ujjatokkal az üvegig a festéket, ne vágjatok eret magatokon, tessék oda figyelni, jó? Inkább csak így mindig kifele irányuló mozdulatokkal, vagy itt az üveg szélénél ilyen kis pepecselővel, jó? Ide is be kéne raknom egyet. Lenne ennyi pálcikám, ahogyni. Jó? Tehát ilyen kis tapogató mozdulatokkal. És akkor mindjárt jön a következő menet, mert ezzel azért még nincs vége, tehát ennyivel nem ússzuk meg. Mivel a gyanta egy napot szárad, ezért ugye itt ennél a képnél nem a festés az, ami hosszabb időt vesz igénybe, hanem a gyanta, tehát ezek a kis kockák előkészítése. Ami nagyon fontos, és ez tényleg vegyétek komolyan, mindig azt szoktam mondani, hogy amit mondok, ne higgyétek el, hanem próbáljátok ki, ezt is higgyétek el, de ki is próbálhatjátok. Fordítva nem működik. Tehát úgy nem működik, hogy megfestjük üvegfestékkel a képet, majd utána ragaszgatjuk rá a kockákat. Lehet, hogy 2 órán keresztül működni fog, vagy 1 hónapon keresztül, de ahogy a képet napfény, erősebb hőhatás éri, melegebb, egyszerűen le fog fordulni a kocka. Ki van tesztelve? Kipróbáltam, ezért tudom azt mondani. Tehát le fog fordulni a kocka, jó? Tehát tényleg ennél az egynél most itt tartsátok be ezt, hogy előbb ragasztjuk a kockát, és utána készítjük el a festést, jó? Na, egy pillanat. Hát most ez kéne nekem, mert ezzel folytatnám úgy szívem szerint. Tehát fogom, figyeljetek, pánk, pánk, pánk. Látjátok a csöppöket? Engedjétek. Nézzétek meg, hogy mi történik. Ilyen kis virágszirmok alakulnak ki. Ne féljetek a festéktől. Tényleg, nyugodtan, engedjétek bele. Hagyj szóljon, mi baja lesz? Amit úgy festek, hogy ilyen hatalmas lelkesedéssel, szeretettel, nem zavar az, hogy most oppá itt egy csepp, oppá ott egy izé. Azokat a képeimet, figyeljetek, villámgyorsan eladom. És tényleg, tehát
Tehát amiben az a fajta érzés benne van, hogy, hogy ez a full energia, ez az Úristen projekt, el tudom máshogy mondani, ne haragudjatok, azok a képek tényleg villámgyorsan elmennek. Tehát ezt higgyétek el, de szerintem van, akitől én már kaptam ezzel kapcsolatban visszajelzést az üvegfestős suli oldalon. Játsszatok, ez egy játék, az alkotás legyen játék. Nem kell komolyan venni, élvezzétek. Bármit, engedjétek meg magatoknak azt, hogy úgy szabadok legyetek benne. Annyi minden kötöttség van a világban. De ebben az egyben ne ragaszkodjatok mindig bizonyos formákhoz. Adjátok meg magatoknak ez a tak, na most aztán olyat csinálok, hogy a világ beleremeg érzést. Imádom. Ezeket én most figyeljétek, ez a gyanta. Képzeljétek el, ha nincs gyanta, nekem eszembe nem jut, hogy ilyen absztrakt dolgokat fessek. Hát és nem csodálatos? Akkor tudtok még olyat csinálni, hogy így egyszerűen csak így, látjátok, hogy csak így oda csapkodjátok. Ki zavar, legyenek benne pöttyök, foltok, minden férjen bele. Na, itt most kicsit összecsapkodtam, de itt még mutatok még egyet, hogy ha találok egy üres kicsecsetet. Na, nézzétek csak, ide is így. Az a helyzet, hogy ezt elmondta a Kriszta, és ezt végighallgattam. Csak hát, az alkalmazás és a hallgatás, ez két különböző dolog. Tehát van ez a rubbing alkohol kis csodálatos vegyszer, amivel a szilikon formákat ki kell tisztítani használat előtt. De mivel én már a 28. szívecskét csináltam, ezért elfelejtettem kitisztítani. Ennek az lett az eredménye, hogy a szívecske belseje matt. De semmi baj. Fogom, és a szívecske belsejét nagyon vékonyan, egyszerűen csak kis üvegfestékkel, kis csillámos ezzel azzal végig masszatolgatom, és ugyanúgy visszakapja a fényét. Jó? De meg lehet ezt csinálni úgy, hogyha nem sajnáljátok az ecsetet, hogy ugye a kész üveggyantába, tehát az üveggyanta keverékbe mártjátok bele az ecsetet, és azzal is így végighúzogatjátok, tehát ugyanaz az eredmény. Én most itt eltüntetem a pöttyöket, jó? Illetve ezeket a lyukacskákat én még itt most annyit megteszek. És gyakorlatilag a képpel szerintem, így konkrétan készen is vagyunk, ugye megmutatom nektek, de még ne tűnjetek el, mert még szeretnék valamit mutatni nektek. Milyen jópofa dolgokat lehet még egyébként így a gyantával csinálni. És hogy nehogy megálljatok egy ilyen képnél, hanem tovább és tovább és tovább, és szedjétek össze az ötleteket. Megkérdezte tőlem valaki, hogy honnan szeded ezeket az ötleteket? Ezt viszont szeretném elmondani nektek, hogy az a kép, ami itt van mögöttem, tehát ő csak nagyon félig az én ötletem. Ugyanis vallom azt, hogy amikor itt tényleg ráállunk erre a kreativitásra, hogy kreatívkodunk, akkor gyakorlatilag bármi szembe jön velünk az utcán, vagy bárhol, abból mi valamit tudunk csinálni. Vagy legalábbis alkalmas arra, hogy egy ötletet adjon nekünk. Hát a következő történt. Ugye jött a e-mail vagy üzenet, hogy akkor élő adás lesz pénteken, üvegfestéssel, egy hét múlva pénteken. Oké, semmi gond. Hát, hogy én mit fogok csinálni? Hát erről fogalmam sem volt, de tényleg. És fönn voltam a barátnőmnél, kávéztam, és olvasgattam egy újságot. Na most az a kép, amit az előbb mutattam, kinyitottam az újságot, és egy képen egy szürke színű szőnyeg volt, egy szőnyeg hirdetése, amin pici szürke kockák voltak, úgy elhelyezve, hogy utána így be volt vonalkázva,
kontúrozgatva, de ez ilyen fehér szürke, fekete szőnyeg volt. És akkor a fejemre csaptam, mondom, úristen, nekem van itthon 10 darab kocka formám, szilikonformám, amiből lehet csinálni egy képet. Tehát az ötlet innen jött. Ha megtalálom az újságot, akkor a postbuff, vagy a videó alá föl fogom nektek rakni a hozzászólásba, hogy lássátok, hogy szóval semmi csoda nincs ebbe. Legyetek nyitottak, figyeljetek oda ezekre az apró pici jelekre, hogy így mit, hogy lehet, és tényleg, és gyakorlatilag így ez indította el ezt az egész absztraktos sztorit. Tehát az újság, az üveggyanta, és hát ugye az itthon lévő irdatlan mennyiségű üvegfesték. Na most látjátok, hogy én itt még egy kicsit mókolgatok ám vele. Na. Itt nyugodtan, ahol jól esik. Ugye ez most az a fejezet, ami a legelején volt, amit ugye megmutattam, hogy a fehér festékben hogy viselkednek az anyagok. Most itt ugye ugyanazt csinálják a viharkékbe. A viharkéket akkor szoktam alkalmazni, amikor nem szeretnék nagyon feketével dolgozni. Jó? Tehát nagyon sok esetben váltom ki a viharkékkel a feketét. Jaj, és még egy nagyon-nagyon fontos dolog. Borzasztó sok telefonhívást kaptam, illetve messengert, hogy hiányzott a színtelen festék. Van ilyen, előfordul, nem csak most, néha van ilyen. Nem kell rajta megrökönyödni, hanem azt kell csinálni, hogy azonnal, mindjárt megpróbálom megkeresni, tehát például, ezzel most nem annyira látszik, várjatok, mindjárt keresek egyet. Ez a metal bronznak a festéke. Tehát gyakorlatilag a metálos színek le vannak ülepedve. Fogjátok meg a metálos színt, és öntsétek ki a tetejét. Annyira, hogy a metálnak az alján maradjon még egy nagyon kicsi. Csak egy picit átöntöm, megmutatom. Itt fogod, és így átöntöd. Nézd csak! Így egyszerűen átöntöd. Az alján marad még egy nagyon pici, viszont ez a színtelen, ez tökéletes lesz arra, hogy azt az egy hét hiányt te át tud hidalni, ha mindenféleképpen valami megrendelésed van. Ugyanis amikor megérkezik a színtelen, akkor semmi más nem csinálsz, csak így visszaöntöd. Semmit nem fog változni a festék minősége, színe. Tehát a Pentartnak a festékei olyan erősen pigmentáltak, hogy egyszerűen semmilyen probléma nem fog történni azzal, hogy te most leöntöttél róla egy kicsit. Jó? Tehát ezt tudom tanácsolni mindenkinek, hogyha van valami ilyen hiány, mindent át lehet hidalni. Kreatív emberek vagyunk. Tehát nem fennakadunk, megoldjuk. Jó? Tehát aki írt nekem, és akinek én sem tudtam festéket küldeni, azokkal én ezt mind-mind megbeszéltem. De most itt tényleg azért szeretném elmondani, mert szerintem ez is egy nagyon fontos információ, hogy hogyan tudjuk ezt így megoldani. Na, hölgyeim, itt tartunk. Tehát most én akkor ezt így megpróbálom ide behelyezni. Szerintem bitang lett a cucc. Nézzétek csak. Tehát én egy hatalmas lámpával dolgozom, tehát itt látszik is a lámpa, de nem tudom lekapcsolni. A kép címe Fények az éjszakában. Elriadtak, köszönöm, hogy is a kedvencem színátrától az idegenek az éjszakában. Jó? Tehát elmondom még egyszer, tehát amikor van egy ilyenünk, a másik oldalát nem kell megfestenünk, tehát tegyünk oda nyugodtan esetleg egy szöveget, vagy bármit, jó? Na, én most őt egy nagyon picit elvisztem, jó? Félreteszem. Azt én nem tudom, hogy hova, csak szeretnék nektek még egy pár dolgot megmutatni. Jó? Tehát ugye megmutattam azt, hogy az üveggyantát ugye hogyan tudjuk felhasználni, tehát egyszerűen leöntjük magát a képet. Nézzétek csak! Ez egy olyan óra,
amit én már felraktam a Pentártnak az oldalára, és szintén pentártos szilikont használtam hozzá. Tehát ez a szilikon forma, ez a kis ékszereknek a szilikon formája. Kiöntögettem belőle a kis dolgokat. Ezekhez a kiöntésekhez én az üveggyantába a Pentártnak a csillámos üvegfestékét kevertem. Ezt azért tettem, mert ugye így megegyezik magának az órának a színével. Amire még tökéletesen alkalmas az üveggyanta, hogy festettem egy ugyanilyen tányért, és gyakorlatilag beleöntöttem a tányérba az üveggyantát, majd egyszerűen ecsettel így felsimogattam. Tehát amennyire szükség volt rá, annyira visszafolyt, mert itt azért, itt a szélén látni, na így most lehet látni, hogy itt azért megemelkedett egy picit, tehát hogy ugye síkba beterítse, de ennek ellenére, amikor megfogom, meg amikor így nézem, akkor ez egyáltalán nem látszik. Illetve, ezt most így megpróbálom, ez egy kicsit bonyolultabb történet, ez fönn van a, fönn van a YouTube-on ez a történet. Fuhu, most én elfordítottam a kamerát. Jó, visszafordultam. Ez egy üvegasztal. Látjátok? Valamennyire lehet látni? Lehet. Nézzétek csak, ez így néz ki. És ennek az üvegasztalnak ugye az a lényege, tehát ezek az elemek, ezek így gyakorlatilag kiszedhetőek belőle. Jajjaj, na most itt lehet, hogy kicsit megbontottam a rendszert. Tehát amikor megfestettem üvegfestékkel, akkor egy kétnapos száradási idő után én ráöntöttem az üveggyantát. Ezáltal ez teljesen karcolásmentes lett, tehát azt csinálok vele, amit akarok. Mert Orsika kérdezi, hogy mennyi üvegfesték száradás van. Orsi, egy vagy két nap. Én szeretem megvárni a két napot, mert akkor igazából a kontúrok is megszáradnak megfelelően. Tehát várjuk meg a két napot, nem hiszem, hogy ez nagy probléma. Jó? Mert hogyha nem várjuk meg a két napot, akkor az üvegfesték akkor is száradni akar tovább, és fel fog buborékosodni az egész, illetve ilyen hülye árnyékos színe lesz a munkánknak, jó? Szívesen, Orsi. Na, tehát innentől kezdve kőkemény, nem sérül, kapargatható. Tehát gyakorlatilag most nincs olló, meg semmi a kezemben. De, tehát igazából összefirkálhatott tollal, és utána le tudod szedni. Tehát ilyet nem tudunk megcsinálni abban az esetben, hogyha ugye nincs legyantázva az üvegfesték. Jó? Tehát erre is imádom a gyantát. Tehát azóta gyakorlatilag olyan szinten kinyílt a világ, amióta így megjelent a Pentártnál ebben a mennyiségben, meg minőségben. Ha valaki ajtókat készít, tehát ilyen vitrin ajtókat. Tessék legyantázni. Tehát le van gyantázva, utána le lehet törölni, semmilyen szinten nem sérül a festék, jó? És megmutatom, akkor még egyszer, ez volt az alap, az eredeti. És megpróbálom úgy, hogy így a fények. Tehát igazából így néz ki, amikor ilyen kis 3D. És nagyon nehéz fotózni, meg bemutatni egy üvegfestéket, mert ugye visszacsillan benne minden. Jó? Tehát ő volt még. Volt még ő, amit csináltam. Itt ugye a kockákból öntöttem ki a lábakat. Ezt lehet szintelenre is önteni, valahol van is egy szintelenem. Ő nem teljesen szintelen, de lehet sima szintelenre is önteni, tehát akkor semmit nem teszünk a gyantába. Igazából két kockával is meg lehet emelni, tehát akkor ugyanúgy az UV-ragasztóval ragasztjuk össze. Tehát ő egy ilyen. Én azért hagytam ki a felső részét, mert ha utólag valaki nevesíteni szeretné, szeretettel mondjuk Orsinak, akkor ide be lehet írni. Jó? Tehát őt itt azért hagytam ki. Illetve még őt gyorsan megmutattam. Hoppá, aztán szerintem a mai napot bezárjuk. Várjatok!
nem tudok más csinálni, mert ő egy kicsit nagyra sikerült darab. Tehát, hogyha megnézitek, akkor gyakorlatilag ide van betéve ugye egy lap. Nézzétek! Tehát ő ilyen lett. Itt, amit még pluszban el lehet követni egy ilyen képnél, hogy a hátulját beledezzük. Tehát ezzel az LED-vel, a LED lámpával körbefuttatjuk, és akkor akár ez világítós is lehet. Jó? Tehát nagyon-nagyon sok lehetőség rejlik a gyantában, megmutatom így még egyszer az oldalát, amit érdemes kihasználni. Álljatok, akkor most már fölemelem nektek ezt is, mert ezt ugye csak videóban láttátok. Tehát nézzétek csak, azért elég szépen. Ő volt az első egyébként, amilyen, tehát nem a legelső, a pipacsos volt, de amilyen 3D-s hatás. Na most ugye tényleg a kontúrok, tehát bele lehet utólag húzni a kontúrokat. Tehát benne is itt kontúrvonalak vannak, tehát ha utólag szeretnétek, akkor nyugodtan kontúrozhattok még bele. Várjatok vele egy-másfél nap száradást. Ez azért fontos, mert ha mégsem tetszik az, ahova kontúroztatok, akkor utána simán le lehet törölni. Tehát, hogyha nincs megvárva a száradási idő, akkor ugye nem tudjátok visszatörölni a kontúrt, jó? De nyugodtan a sötét színbe, ha fehéret kontúroztok, aranyat vagy valami világosat, az ugye meg fogja dobni a képet, tehát ki fogja világosítani egy kicsit a képet. Ugye a kontrasztok, azok mindig úgy viselkednek, hogy a világosabb vonalak azok élénkíteni fogják a képet, a sötétebb vonalak, azok meg vissza fognak venni a képnek a kraftjából. Tehát ezt a kék szívecskét is, hát ehhez tudni kell, hogy ezt láttatok volna, hogy készült. Tehát gyakorlatilag ilyen Cippel Judit azt szoktam megosztani az ilyen dolgaimat, és így az utolsó üzenetem az volt a Juditnek, hogy Judit, nem tudom jobban elrontani. Tehát én azt hittem, hogy ezt a képet teljesen elrontottam. Majd utána jött az ötlet, hogy akkor kezdjem el így becsapkodni, így ilyen mindenféle érzékel, húzzak bele kontúrokat és ilyen mindenféle cirádákat, és gyakorlatilag azért lett utána ilyen a kép. Tehát az eredeti kép az valami katasztrófa volt, ráadásul az egész ilyen tök lilatónusú volt, na és utána lett belerakva a kék, meg ilyenek. Tehát az üvegfestékben, ami még nagyon jó, hogy mindig hozzá tudtok nyúlni. Tehát 2 év múlva is hozzá tudtok nyúlni, főleg, hogy most már itt a gyanta, és ugye azzal meg lehet játszani, mert hiszen a felületét teljesen ki lehet egyenlíteni. Na, tehát nem rabolom tovább az időteket, de tudjátok, én erről a témáról holnap reggelig tudnék beszélni nektek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és érdekeltiteket a téma. Nagyon-nagyon szépen köszönöm azt, hogy egyébként ennyien figyelitek a termékeket és a Pentárt újdonságokat, mert tényleg az összes kollégámmal, tehát rengeteget dolgozunk azon, hogy nektek örömet szerezzünk, és a mostani reméljük elmúlt nagyon nehéz időkben azért ne legyetek egyedül, és mindig ott legyen veletek a kreativitás és az alkotás. Tehát nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, nagyon örülök, hogy itt voltatok, és hát ugye a kollégáimmal együtt szeretettel várunk benneteket a következő alkotásokon, és ha bármi kérdés van, akkor akár itt is tegyétek föl, nem ígérem, hogy ma este, de holnap is, de bizony megválaszolom a dolgokat, illetve ha üvegfestéssel kapcsolatban szeretnétek bármit kérdezni, akkor a Facebookon, az üvegfestőiskola csoportban is szeretettel várunk benneteket, ugyanis nagyon sok kollégám tud segíteni, tehát ott nem csak én, hiszen ugyanígy, ahogy a Pentárton is, azért már egy olyan csapat van, aki szinte mindennel foglalkozik, és mindenbe belenyújt egy kicsit, ami kreatív. Tehát akkor sok mindenkinek, nagyon szép estét kívánok nektek, és ha alkottok, akkor tegyétek fel, légy szíves a Pentárt Shopiba, hogy hagyd lássuk azt, hogy milyen csodák készültek. Sziasztok, nagyon szép estét nektek!